És akkor most megint itt az idő, hogy magunkkal is törődjünk azért, hogy legyen erőnk másokkal is törődni. Sokszor szoktunk beszélni a méhkaptár termékeiről, de amikor azt mondjuk, hogy apiterápia, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mit is jelent ez. És ennek nagy szakértője, igazi tudója Éliás Tibor, aki erről könyvet is írt, a címe Mézes könyv. Tehát, kedves Tibor, a feladat, mi az apiterápia? Mindig olyan kicsi időm van arra, hogy ha valami jó témát kapok, arról napokat tudnék beszélni. Hát az apiterápia az Apis mellifera, vagyis a méhecske, latin neve, és a terápia szó, ugye a gyógyítani, segíteni az egészséget, helyreállítani, stb. Stb. Tehát a terápia és a Apis mellifera házasságából jött, a méhészeti termékekkel történő gyógyítás tudománya, hogyha egészen konkrétan akarom mondani, amiben beletartozik természetesen a méhecske által gyártott méz, különböző fajtája, a méhpempő, egyre jobban ismert nevén a Royal Jelly. Royal Jelly egyébként annyit jelent, hogy a királynő tápláléka. Átfordítva. Aztán a propolis, a pollen, a méhkenyér, a méhméreg, a kaptárlég, és még a méhek zümmögése is. Hát először is maga a méz. Mit tud a méz, amitől nem csak finom, hanem azt mondjuk, hogy gyógyító ereje van? Hát mindenek előtt azt, hogy olyan hatóanyagokat tartalmaz, ami a szervezetünk abszolút könnyen fel tudja dolgozni, különösen megerőltetés nélkül, és répacukor helyett ugye szőlőcukor, illetve gyümölcscukor, meg vannak más cukrok is benne, de hát az kis mennyiségben, viszont terapeutikusan azok is hatnak. Aztán rengeteg vitamin, ásványi anyagok, tehát a méz egy kifejezetten tápláló, gyógyító, regeneráló, örömhormon előállítását segítő, kifejezetten az ember számára nagyon-nagyon hasznos. Én azt szoktam mondani, hogy a méhkaptár termékeivel így unblock az egésszel képes lenne az ember élni, hiszen mindenre hat. Talán a használatáról egy pár szót, hogy sokan betegek, és a forró teába tesznek mézet. Isten ments, Isten ments. Kérjük a jó tanácsokat. 40 fok fölé mézet nem melegítünk, de még akkor se. Nagyon nagy tévhit, hogy egy finom... A magyar méhészek a legjobb méhészek a világon, ezt elfogultság nélkül mondhatom, és a magyar méz a világ legjobb mézei közé tartozik. Európában ugye a balkáni méhecske az uralkodó egyed, ez egy kicsit strapabíróbb, de már itt is felütötte fejét egyre jobban a méhatka és egyéb betegségek. Kétségbejtő a helyzet, emberre nem jelent semmi rosszat ezek a betegségek. Ezt nem kisebb ember mondta, mint Einstein, hogyha méhek elpusztulnak, az emberiség 3-4 évvel fogja túlélni, tudnék, az összes növényi táplálékunknak a 70-75%-át a méhek porozzák be. A méhpempő. Ez az én gyerekkoromban a csodával volt. Egyenlő anyukám méhpempős krémet használt, és... Szeretnénk tudni, hogy mitől van neki ilyen csoda hatása. A méhpempőt gyakorlatilag a királynő táplálékának termelik, a 1-3 napos úgynevezett junior méhek, tehát akik most születtek meg, kibújtak a tojásból, hogy úgy mondjam, és a garat váladékukat adják át a királynőnek, és ő ezzel táplálkozik, kizárólag. Olyan termékenyé teszi, hogy ameddig egy közönséges, átlagos méh 5-6 hetet él, mondjuk az áttelelőt, ne számítsuk ide, az hibernálta magát, addig a királynő 5-6 évet él. Ugyanabból a petéből származik minden méhecske, a here is, a dolgozó is, a királynő is. Mi a különbség, hogy mit evett? Miről beszélünk itt? 9 éve glóriával ebben a műsorban, hogy mit tetszenek enni. A méhpempő
olyan hatóanyagokat tartalmaz, amitől a petelakás időszakában a királynő a testsúlyának másfélszerese mennyiségű petét tud lerakni naponta. Aki azt a minőségű mélypempőt, royal jellyt fogyasztja, amelyiket én, amelyiket 19 év óta hihetetlen dolgokat művel, hormonháztartást helyreállítja. Tök mindegy, hogy milyen hormon hiányzik a szervezetéből. Ő majd adaptálja, valahonnan megteremti. Tehát a női hormonhiánykor azt, az adrenalinnál azt, az ösztrogénnél azt. Csodálatos dolgokat művel. Persze tudni kell, hogy hogyan adjuk. Nem elég, hogy megveszem azt a dobozt és megeszem. Mikor, mennyit, miért, mivel együtt, mikor nem jó, mikor jó. Ez az én fő szakterületem, a mélykaptár termékei. A mélypempőt meg kell ismerni. Ha egy mód van rá, minden nap szopogassanak el legalább egy-kettőt, mert hogy szopogatni is lehet. És hát persze a szopogatás azért nagyon jó, hiszen rögtön a nyálkahártyán már föl tudnak szívódni a hatóanyagok. Na de ebben az időben van egy másik tabletta is, amit lehet szopogatni, vagy lehet lenyelni, attól függően, hogy mire használjuk. És most, hogy ugye jönnek a gyulladások, a fül, a torok, a mandula, stb., azt hiszem, hogy muszáj beszélni a propoliszról. Őszintén megmondom, hogy csoda. Tehát a méhek előállítanak egy olyan kencét, egy olyan ragacsot, amivel kitapétázzák az egész kaptár belsejét. Miért? Azért, mert egy méhkaptárban átlagban olyan 50 ezer, 30-50-60 ezer méhecske lakik, és képzeljék el, hogy ez a rengeteg méh ide-oda repked a levegőbe, több tíz kilométert megtesznek naponta, akár minden rákerül a testükre, ezeket behordják a kaptárba, és össze-vissza fertőzik egymást, és kipusztul az egész kolónia. Ha csak nincsen propolisz, amit ők kitaláltak, megkerestek, megalkottak, és mondhatom, ez az év milliók óta, tehát amióta léteznek a méhek, ezt ettől tudnak még életben maradni. Tehát, mit profitál ebből az ember? Kérem szépen, legyen otthon minőségi propolisz. Nem mindegy, hogy melyik. Én nem a tinktúráról beszélek, nem a kaptárból kikapart ilyen-olyan-amolyan propoliszról, hanem egy tisztított, emberi fogyasztásra kiválóan alkalmas, kimondom a szót, gyógyításra alkalmas. Hivatalosan megállapították, hogy a mélykaptár termékei gyógyítanak. Tehát nem étrendkiegészítő, nem táplálékkiegészítő, egyfajta természetes gyógyszer. Mire? Hát a világ legerősebb természetes antibiotikuma, gyulladás csökkentője, fájdalomcsillapítója, egy nap alatt, maximum két nap alatt tüdőgyulladásból szabadulhat meg. Nagyon-nagyon sok embernek az életét lehetett megmenteni és megkönnyíteni azáltal, hogy más szerek helyett a természetes propoliszt adtuk neki. Daganatos betegségeknél is nagyon-nagyon jól bevált bizonyos esetekben. De a torokfájástól a mandulagyulladásig, az megfázástól a hurutokig rettenetesen jó dolgokat tud csinálni. Egy fokhúzás. Nagy kétágú fogat húztak ki nekem, és a kedves fogorvos hölgy azt mondta, hogy a legerősebb fájdalomcsillapítót vegyem meg, hogy ne fájjon, mert nagyon fog két-három napig. De ha a fájdalomcsillapító mellett is fáj, telefonáljak, megadja még egyszer azt a szurit, hogy kibírjam. Hát ahogy hanyat feküdtem, könnyek potyogtak a szememből, de én annyira bíztam a mélykaptár termékeibe, hogy elkerültem a gyógyszert, tehát módszeresen. Hazamentem, három szem propolisz tablettát, mondom tablettát, összerágtam a nyállal, kevertem ezt a nyála szuszpenziót, átraktam a nyelvemmel oda, ahol a kráter keletkezett, kivettem a tampont, beletettem környékére ezt a propolisz masszát, és órákig rajta hagytam. És egyszer csak éreztem, hogy jön, hogy a fájdalom, a injekció hatása megszűnik, most jön az igazság pillanata, és az én drága méheim nem hagytak cserbe. És ezt azóta az én fogorvos párom is használja,
és minden beteg úgy távozik tőle, hogy propolisz tablettát, két szemet minimum, ha fáj, tessék megcsinálni. Mindarról, amiről itt beszélgetünk, a mézes könyvben lehet olvasni, keressék Tibort, hiszen már boltban nem is kapható. Tibor, hogy mondhatjuk akkor, hogy zárhatjuk le az apiterápia lényegét? Azt, hogy az apiterápiát minden embernek meg kéne ismerni. Tehát olyan lehetőség, amivel könnyen élhetünk, nem tudunk visszaélni, mert káros mellékhatás senkinek nincs. Pontosabban van, mert sajnos vannak, akik allergiások, akár a propoliszra, akár a mézre, akár a pollenre. Tegye meg mindenki, nyugtassa meg saját magát és engem, hogy a tablettából éles kés lappal kaparjon le egy egyharmadnyit egy kis teáskanálnak a begyébe. Abba csepegtesen egy-két csepp aloét, vagy hát ha nincs, akkor vizet, egy-két cseppet, és ezt a szuszpenziót tessék ide fölkenni a csukló belső részére ide. És rajta tartani legalább egy percig, de inkább másfélig. Ha nem hagy piros nyomot, akkor nincs allergiája. Ha igen, akkor pedig szóljanak nekem, mert van megoldás. A pollen allergiát meg tudjuk szüntetni, és hát a propoliszt is, nagyon szépen kérem, hallgassanak rám, a minőséget keressék, mert összehasonlíthatatlanul másabb, mint amit sokan ismernek. Mint ahogy ezt tudjuk, tényleg mindig a legjobbból kell választani, hiszen az mindig értékesebb, és sok esetben olcsóbb is. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Én tudom, hogy ez most jó sűrű volt, jó sok mindenről beszélgettünk, de hát ezért vagyunk, és kívánom önöknek, hogy legyen szép hetük. Egy hét múlva újból jelentkezünk új műsorral, addig is nézhetik a Facebook oldalunkat, a weboldalunkat, és hívhatják a műsor állandó telefonszámát 0620 9 340 330.